Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az ECG tesztek. Ebben a videóban az Inokin iTest 134-jel ismerkedünk meg, ami az ECG Mester webáruháztól kaptunk tesztelésre. Mivel is kezdjük? Nézzük először, hogy mit kapunk. Nézzük akkor, mi van a dobozban. Szép darab, azt meg lehet mondani róla már első körben. Nyilas misi pakkot kapott. Na, nyissuk ki. Mi van benne? Használati útmutató. Több nyelven. Pofás darab. Egy útmutató a patron töltéséhez, egy biztonsági útmutató az akkumulátor kezeléséhez, és hogy ne dobjuk olyan helyre, ahova nem kell, és azt a betyár mindenit, van egy súlya, itt van maga a készülék. Mi van még itt? Itt van egy iClear 30-as kazán, tank. Amit első körben látok, hogy nézzenek oda a kis kínai süttyók. Ez engem gyanúsan emlékeztet arra a méretre. Hoppá, mint a 18650, de hát ezt ő kihagyták, és azt gondolták, hogy ez a szivacskocka, ez olcsóbb lesz. Nem kell aksi bele. Sajnálom. Na. A dobozt azt tegyük félre. Arra most nem lesz szükség. Nézzük meg közelebbről ezt. Mire emlékeztet első körben? Hát azt mondanám, hogy lézerkard, de aztán egész olyan benyomása van az embernek ezektől a kis rudaktól, mint hogyha egy régi Gatling géppuskát nézegetne, vagy hát igen, annak az újkori verziója a M134-es Vulcan gépágyú, és akkor itt egyből meg is van, hogy ez miért iTest 134. Ez leginkább az M134-es gépágyúra szeretne hasonlítani. És ez tökéletesen meg is teszi. Tegyük hozzá, hogy azért, hogy ezek a gépágyúk 6000 lőszert engednek ki magukból percenként, úgyhogy ha szeretne a nyomdokaiba lépni, akkor neki is igen szép teljesítményt kell mutatnia. Az, hogy miért akarhat valaki egy ilyet, hát elsősorban nem azért, mert kijárós modot keres a nyakába vagy a zsebébe, inkább az, mert hogy szeretne Jedi lovag lenni, vagy géppuskatartó katona lenni, vagy egyszerűen csak azt szeretné érezni, hogy valami anyag van a kezemben, ami, hát ugye ez majdnem 30 deka, tehát 277 gram környékén van, tehát azért ezt érezni, ez már parizerből se tudja az ember egy gyűjtőhelyében megenni. Úgyhogy egész férfias benyomást kelt a dolog. Ha most nézzük meg, hogy itt van ez a készülék, mellé rakok egy, mit rakjak mellé? Mellé rakok egy Z-Maxot. Csak így nézzük meg a kettőt méretben, vagy így. Hát nem kicsi. Vagy tegyünk mellé egy Provárit. Most az Extender kappal. Hát ha így jobban látszik.
amit látunk, kezdjünk el föntről lefelé haladni. Fönt van egy szabvány 5-10 csatlakozó, és azt látjuk, hogy van itt egy szépséggyűrű, vagy bármi másnak is nevezhetjük, egy takarógyűrű, amit le tudunk tekerni. És látjuk alatta, hogy hoppá, hiszen ez rendelkezik 5-10, és ego menettel is, úgyhogy ha nagyon szeretnénk, és mindjárt keresek egy 5-10 csatlakozós helyett egy egót, akkor azt is meg tudjuk tenni, hogy ezt tekerjük rá, majd rátekerjük ezt a gyűrűt, és így néz ki egy egómenetes történettel. És ez az, amit nem kéne, de erre majd később kitérek. Ezzel most nincs gond, mert üres. Menjünk tovább le. Elsütő billentyű, amit egy aksival ki is tudunk próbálni, hogy hogy működik. Letekerjük az alját. Behelyezünk egy 18650, és fontos, hogy csak egy darab, és csak 18650-est. Nem játszik az, hogy kettő darab 18350, bár az elektronika védve van, de ettől függetlenül nem ajánlják és nem is javasolják. Ahogy látjuk, ez így egy picit kotyog benne, de mindjárt helyre kerül minden. A csatlakozót rátekerjük, de előtte mielőtt rátekerem, azért nézzük meg ezt is külön. Látszik, hogy anyagában nekem más, nem tudtam eldönteni, hogy ez most krómozott, vagy ez föl van polírozva a testtel ellentétben, minden esetre színben nem ugyanaz a kettő. Azt látjuk itt, hogy van egy szép vaskos rész középérintkező, ami egy rugóerő ellenében dolgozik, tehát itt kívül nem lesz rugó, ez dolgozik és ez tartja a helyén. Azt látjuk még, hogy itt van, én megmértem, sajnos kevésnek tartom, összesen 2 és 1 pici menet, tehát a betekeréssel nekem nyűgjeim voltak, és látjuk még itt, nem tudom, hogy a kamera mennyire mutatja, itt belül van egy kis kemény műanyag rész, amiben ül maga az érintkező, és a műanyag rész oldalán vannak a gázelvezető furatok, ami itt a másik oldalon alulról szépen látszik is, hogy ide vannak kivezetve. Tekerjük rá. Most jön a szenvedés, megvan. Nem csinál semmit. Miért nem csinál semmit? Elromlott. De hogy romlott el. Annyit kell csak tenni, hogy 1, 2, 3, megnyomjuk és szépen végig szalad. Amit láttunk, hogy van benne 3 színű LED. Zöld, kapcsoljuk ki, és akkor megint megnézzük, bekapcsoljuk. Tehát egy zöld, narancssárga és piros. Piros, narancssárga, zöld, ilyen sorrendben végig villan. A zöld a teljes feltöltöttséget jelzi, a sárga azt jelzi, ha merül, és a pirosnál kezdhetünk el másik cella vagy töltő után kutakodni, mert közel leszünk a végéhez a történetnek. Következő, haladunk lefelé, az állító gyűrű lesz maga, és itt már fel is fedezhetjük, hogy ez bizony nem volt lesz, hanem ez egy vari-vat készülék. Itt 6,5-től látjuk az osztást 12,5-ig, 6,5 utána 7, és 7-től egészen 12-ig egész wattonként tudunk léptetni fölfele. Egyet-egyet, 12 után 12,5. Ez teljesen körbeforog ez a tárcsa, tehát annyiszor forgatom el, ahányszor szeretném. A hangját, ha nézzük, akkor tényleg olyan, mint egy forgógépágyú, nagyon tetszik. Azt sajnálom csak egy picit, hogy ezek az értékek, ezek néha kevésnek bizonyulhatnak állítás szempontjából, és ahol az mondjuk 6
és fél vagy 7 watton kevés, 8-on már erősen karcol, vagy esetleg már érezhetjük is az éget tiszt, úgyhogy ilyenkor mindig lejjebb kell egyet venni. Az sajnos nem működik, hogy megkeressük a két érték között, mintha beállítanánk, mert ha megnyomjuk az elsütő gombot, akkor a piros LED villog, ez így nem működik. Visszaállítom 7-re, és gyönyörűen mutatja, hogy izzítana, ha lenne rajta kazán. Tovább megyünk, látjuk szépen itt ezeket a SS csöveket, amik külön lettek a testre rácsavarozva, és ott van a felirat iTaste 134. Hogyha szeretnénk ezeket a csöveket leszerelni, vagy valakinek olyan kedve van, neki eshet, mint Tóth az anyjának. Itt vannak kis keresztcsavarok, csillagcsavarok, Philips csavarok, ki hogy szeretné, azokat kicsavarhatja, megpróbálhatja leszedni. Megmondom őszintén, én nem tettem meg. Ez a szépséggyűrű, vagy takarógyűrű, ki hogy nevezi. Sajnos itt nem tudom, hogy meg tudja-e mutatni. Minden esetre a két szemben levő luk, itt összesen van rajta körbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab luk, a kettő szemben levőek közül ki van fúrva. Tehát, hogyha ezt mi rátekerjük, és esetleg olyan tankot rakunk rá, amelyik nem levegőzne, mondjuk rátekerem ezt a BDC-t, ez itt most koppon rajta van, nem kell attól félni, hogy nem fog levegőt kapni, hiszen ezeken a kis furatokon bőven jut annyi levegő neki. Nézzük meg, hogy mit muzsikál, töltsük fel a hozzáadott iClear-t, és füstöljünk vele egyet. Fontos, hogy ha szétszedjük, akkor ezt a felső kis drippet csavarozzuk le, és erre az ógyűrűre, ami itt van, erre vigyázzunk, mert ez szeret vagy ott maradni, vagy leesni róla. Ezt tegyük félre. Ne a közepére, oldalra, vagy egy töltőflaskával, vagy egy injekciós tűvel. Szépen kezdjük el csorgatni a levest. Tekerjük rá vissza a drippet. És hagyjuk inni egy picit. Hagytuk egy picit inni a üvegszálat. Szépen megszívta magát. Megnézzük, hogy füstöl-e. Nyolc watton szépen füstöl, jó az íze. Nincs vele gond. Nézzük meg, hogy élesben milyen lesz. Nézzük akkor, hogy muzsikál élesben az iTaste 134 a gyárilag hozzáadott tankkal. Gőz van bőven. Az íze is remek. Hogyha nem
a gyári kazánjával szeretnénk használni, vagy azzal, amit hozzáadnak, akkor például nézzünk egy egómenetes cuccot, ezt is simán rátekerjük, és már használhatjuk is. Ugyanazt a ízt adja, de hát ez nem a módon múlik. Amire viszont érdemes figyelni, hogy ha esetleg picit jobban meghúzzuk felhelyezéskor ezeket az egómenetes cuccokat, akkor ne a palásnál fogva próbáljuk meg letekerni, mert előfordulhat az, hogy megnyugodva szépen letekerjük, és aztán nem is a menetet tekerjük le, csak a palástot a menetről, és aztán dől mindenfelé a likvid. Szépen megfogjuk ezt a szépséggyűrűt, letekerjük róla, és a menetes részét megfogva, az egó menetet kitekerjük magát. A kazánt, visszarakjuk a menetes részt, és rátekerjük ezt. És mintha mi sem történt volna, pöfékelünk tovább. Mit lehet általánosságban elmondani róla? A kidolgozás az nekem nagyon tetszik. Nem az a tucat készülék, amivel minden sarkon az ember találkozhat. Na, nézzük. Pro és kontra. Kontra. Nekem ez az agyvattos lépésállítás, ez néha határokat feszegeti, tehát amikor nem elég a 8, és tekernék egy picit tovább, ha feszültségben lépnék, akkor 1/10 voltot följebb vennék. Itt ez a 8-ról 9-re mondjuk már soknak tűnhet, vagy éppen karcol, vagy nagyon erős lesz a TH. A gyárilag hozzáadott kazánnal minden esetre jó muzsikál. Ami hiányosság vagy hátrány lehet, hogy a állító gyűrű az ugye bemarással tartalmazza a teljesítmény értékeket. Ennél a modnál ez pont teljesen és jól olvasható, viszont a feketénél, ami most nincs itt, annál ez nehezen leolvasható, pláne mondjuk félhomályban vagy szűrt fénynél, tehát ott azért érdemes odafigyelni, nehogy oda pörköljünk a kazánunknak. És hát a legnagyobb hátránya, az sajnos nem a forgalmazón és nem rajtunk múlik, hogy nekünk ez sok vagy kevés, az maga az ára. Tehát ez a 34.500 forint most jelen pillanatban az Elcigi Mester webshopjában, ami hát azért valljuk be, hogy nem kevés, viszont ha felsoroljuk a pro érveket, hogy nagyon szép a kidolgozása, egy olyan módkészülékünk lehet, ami hát súlyban biztos, hogy nem sok embernek van, de a kidolgozásával ezt ellentételezi, tehát ha egy ilyen készüléket szeretnénk, akkor úgyis az dönt, hogy ez nekünk tetszik, és mindenképpen szeretnénk, akkor megveszünk. Ez egy ilyen dolog. Pozitívum még, hogy nagyon finoman kultúráltan jár a csatlakozás, a maga a kapcsolója, és az, hogy könnyű a csatlakozót tisztítani, tehát gyakorlatilag csak annyi az egész, hogyha esetleg egy picit megfolyna, vagy a kondens kicsapódik belül, mert kicsapódik tapasztalat szerint, akkor csak ezt a kis gyűrűt letekerjük, belülről egy papírral kitöröljük, itt a csatlakozót megtöröljük, és már kész is vagyunk vele, tekerhetjük vissza. Azt viszont érdemes, látjátok én is rosszul, tehát az egyik oldalán van csak menetes rész, a megfelelő oldalt kell összekapatni vele.
Nagyon tetszik még maga a kijelzője, tehát az elsütő gombja, hogy mindig kapunk valami visszacsatolást, hogy épp hogy áll az aksink. Tehát tudunk rá készülni, hogy merült aksival nem indulunk el, vagy ha nálunk van egy pótaksi, akkor na, mindjárt cserélnünk kell, mert eljön hamarosan az ideje, pláne hogyha már a pirosban járunk, tehát ott is tudjuk még szívni, de már lényegesen leredukáljuk a működési idejét. Ez is egy pozitívum neki. Mindent összevetve szerintem egy olyan készülék, ami bárkinek a polcán megállja otthon a helyét, bátran merem nektek ajánlani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!